Köszönti Önöket ismét a szerkesztő Tóth István. Ha azt mondom, hogy egy régi jó barátot köszöntök a stúdióban, akkor nem járok messze az igazságtól, sőt, nagyon is megközelítettem. És ha azt mondom, hogy egy kicsit talán rejtélyes, misztikus és titokzatos is lesz ez a mai műsor, akkor megint csak beletrafáltam. Salamon Pétert köszöntöm nagyon sok szeretettel, aki több évtizede, azt hiszem már mondhatom ezt, hogy több évtizede kristályokkal, ásványokkal, drágakövekkel, illetve van egy ilyen csúnyasz, hogy fél drága kövek nyelvekkel foglalkozik, letisztázzuk majd ezeket az alapfogalmakat is, és aztán egy kicsit betekintést nyerhetünk majd Petitől a kristályok, ásványok, drágakövek gyógyhatásaiba, mert hogy az is van nekik. Salamon Pétert köszöntöm tehát. Szia Peti, köszönöm, hogy itt vagy. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Szia Pisti. Örülök, hogy újra itt találkozunk. Újra, mert mi már beszélgettünk ugyebár az éterben, ha jól megszem, körülbelül három évvel ezelőtt történt a legutolsó beszélgetésünk. Azóta gondolom, hogy nagyon sok minden változott nálad is, és tudom is, hogy nagyon sok minden változott nálad is, de kezdjük az elején. Te hogyan kerültél kapcsolatba a kristályokkal, kövekkel, ásványokkal? Hát ez mindig egy ilyen jó alapkérdés. Ha azt mondom, hogy világ életem, mindig is foglalkoztam ásványokkal, meg a természet dolgaival, akkor ezzel nem mondok sem nagyot, sem kicsit hát mióta az eszemet tudom foglalkozok ilyesmivel. Akkor arra kérlek, Peti, így mindjárt a műsor elején, hogy három alapfogalmat tisztázzunk le. Ásvány, kristály, drágakő, illetve zárójelben odarakjuk azt, hogy fél kő, ami ugyebár, ha jól tudom, akkor a te álláspontod szerint nincs. Ez így van, nem csak az én álláspontom szerint, hanem ezt a, ugye, a kereskedelem találta ki. De hát kezdjük az elejére ugye az ásványok, és azon belül ugye a drágakövek, illetve fél drága a fogalma. Hát ugye minden Ásvány, tehát az ásványok közül azokat a minőségű megcsiszolású köveket, tehát aminek megfelelő a tisztasága, megfelelő a csiszolása, és megfelelően ritka is, valamiért, tehát akár a színe miatt, akár a, a tisztasága, vagy bármi egyéb miatt, ugye ezeket nevezzük drágakőnek. Ha nincsenek kicsiszolva, tehát a, a megfelelő ásványok, vagy a nem megfelelő minőségűeket, ezt idézőjel beteszem, tehát ami nem drágakő minőségű, ugye őket nevezi a kereskedelem fél drágakőnek de a szakmában ilyen nincsen, tehát ásvány van illetve drágakő. Ez a klasszikus, ugye minden drágakő ásvány, de nem minden ásvány drágakő. A kristály, hát az meg ugye az meg a kínaiaknak a kedvenc elnevezése, tehát amire azt mondják, hogy kristály, na ezektől azt óvakodjunk, mert az egészen biztosan nem ásvány. Tehát az üvegtől elkezdve mindenre uh, rámondják ezt, hogy kristály. Akár a Swarovski kristály, ugye mi egy speciális tiszolású üveg, vagy, vagy bármilyen hamisítvány, ők erre azt mondják, hogy kristály. Hát a kristályról majdnem minden embernek a pohár jut elsőre. Az tehát... Szukor, vagy a só, vagy... <laughs> <laughs> tehát ami kristály, jégkristály, tehát ez mind kristály, de ugye egyik sem ásvány. Jó, akkor maradjunk az ásványoknál és a drága köveknél. Azt mondtad, hogy a megfelelő ritkaságú, a megfelelően tiszta és a megfelelő csiszolású ásványokat nevezik tulajdonképpen drága köveknek, de a kristályokat is lehet tulajdonképpen, az ásványokat is lehet tulajdonképpen osztályozni. Mi az az alfabéta? Fú, nagyon sokféleképpen lehet osztályozni. Ugye az alfa-béta kristály az általában ugye a kvarcféléknél, vagy olyan ö, ásványoknál nevez, különböztetjük meg a kettőt, ahol többféle megjelenése van, tehát kristályosodása van ugye az ásványoknak. Ez főleg a kvarcoknál igaz, ugye a szintiszta kvarc az a hegyi kristály. Ha a különböző anyagokkal keverednek, és ugye megváltozik a színük, akkor nevezik őket ugye rózsakvarcnak, ametisznek, citrinnek, illetve az aventurin is ide tartozik. Most ezeknek ugye van a jellegzetes hadszög alakú kikristályosodási formája, ezeket nevezzük alfakristályoknak. Ha már csiszolják őket, vagy tömbös előfordulású, akkor ezek az úgynevezett beta kristályok. Na most ugye mindkettő kettőt másra másra használjuk, az alfa kristályokat ezt úgy általában a térbe használjuk, akár fizikai, akár spirituális értelembe veszük. A béta kristályoknál meg ugye ott kell a testkontakt, tehát ott használunk marokköveket, vagy különböző ékszereket. Ugyebár, ha már szóba jött az, hogy kell a testkontakt a béta akkor őket nyilván a testünkön használjuk, hiszen gyógyhatásuk van. Miből Ered a, a kristályoknak a gyógyhatása. Ugye az összetételüktől ö, ö, függően, ugye nagyon sok fémet, illetve félfémeket tartalmaznak. Ezek ugye beépülnek a különböző ásványokba, tehát akár félvezetőként is működnek, de bizonyos rezgéseket, ö, bocsa, hát nem bocsátanak ki, mert ez így nem igaz. Tehát eleve egy bizonyos rezgésszámon rezegnek, mint minden a világon. Tehát egy papírlapnak is van rezgése, csak ugye nyilván teljesen más kategória, meg ugye nekünk is, tehát az aurákról nyilván hallottál, a, illetve nem az aurákról, bocsánat, hanem a, a különböző csakrákról, tehát a különböző rezgésekről, rezgés áramlásokról. Na ezekben a rezgés áramlásokba idézőjelben nyúlunk bele, ugye az ásványoknak a rezgéseivel. Tehát amelyiknek a leghasonlóbb, vagy szinte ugyanaz a rezgés száma, mint egy, 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 egészséges szervnek, hogyha a fizikális dolgoknál maradunk, akkor ugye ott azokat a, a kristályokat használjuk. Tehát itt már előre megyek a kérdésbe, ugye horoszkóp, kövek egyebek, tehát ezeket felejtsük el, ez mind ilyen, ilyen, ez nem releváns. Tehát, hogyha a köveket valóban használni szeretnénk, nem csak csodálni őket, akkor ugye célszerű olyan követ választani, ami arra éppen szükségünk van. Peti, nagy butaság az én árzpoétikám, mi szerint a világ esélyegysége az energia? Nem, 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 hát minden energiáról szól, tehát ez a, tehát addig van élet, amíg energia is van, tehát ez, azt, hogy ezt most lefordítjuk frekvenciára, vagy, vagy teljesen más jellegű energetikára bontjuk le, ugye ez egy más kérdés, de energia nélkül nincsen. A kristályoknak, ö, ásványoknak, drágaköveknek a gyógyhatása az tulajdonképpen fizikai, vagy lelki lehet? Mindkettő. Tehát használunk fizikai ö, dolgokra is ásványokat, ö, meg meghasználunk mentális dolgokra is nyilván, meg spirituális dolgokra is. A, meg kell kérdeznem, hogy a a tradicionális orvostudomány jelen pillanatban hogy viszonyul a kristályterápiához, vagy az ásványterápiához, mert ugye volt egy időszak, amikor elfogadták, sőt, volt egy olyan időszak, hogyha visszamész a válaszod elején, majd egészen az őskorig, ókorig, volt egy időszak, amikor majdnem kizárólag ebből álltak a terápiák, aztán volt egy időszak, amikor ez tabulak számított, aztán megint volt egy időszak, amikor beengedték, most mi a helyzet? Te bonst ki, kérlek, az elejétől. Hát így van, ez nagyon jól fogalmazott, tehát ez ugye az állandóan változik, hát ugye kinek mikor mit kíván az érdeke, hogy mennyire menjünk el a természetes dolgok fele, ugye ide tartoznak az ásványok, de ide tartozik akár a homeopátia, vagy a különböző gyógynövényeknek a dolgai. Tehát volt, amikor ez egyszerűen kuruzslás számba ment, aztán van, amikor ezt abszolút el is, sőt, hát ugye a mai világban meg egyre inkább az emberek kezdenek elmenni a természetes dolgok fele, tehát nem szeretjük a szintetikus dolgokat, ugye tehát a gyógyszereknek is a, az öme ugye szintetikus dolgokból épül fel. Milliom egy mellékhatásokkal, egyebekkel, tehát amíg lehet, az ember azért igyekszik ugye természetes úton uh, saját magát kezelni, akár mentális, akár fizikális részen. Tehát, uh, de itt megint nem csak feltétlenül az ásványok, hanem bármi más, tehát egy, egy, egy mentális probléma, egy depresszió, bárminek a a különböző színek, a természet, az, az állatok, a növények, sokkal nagyobb, meg hát ugye a társaság, tehát ez, ez, ez feltétlenül. Tehát ez sokkal nagyobb hatásfokkal tud dolgozni, mint ha valaki bekap egy antidepresszánst, és akkor ott a szürke falak között sajnálja magát, vagy segít sajnálni <laughs> másokat. Tehát ez, ez, igen, ez folyamatosan változik. De a gyógyászatban is, meg az orvosok is nagyon sok a helyen most már ötvözik, ugye a kristályterápiát is adott esetben, vagy akár a gyógynövény terápiákat, akár a fényterápiát, színterápiát, tehát nagyon sok sok hasznos dolog van, amit lehet használni az embereknek. Jó úton járunk, hogyha visszamegyünk a természet felé. Tehát ugye a, a régi ember felfogása szerint, sőt, a régi ember még kevésbé volt kitéve a környezeti ártalmaknak, de talán még fog, fogékonyabb is volt a, a természet, fogalmazunk úgy, rezgéseire. És a, a mai embere viszont az elektroszmog, meg a, a mindenféle civilizációs nyavaják miatt sajnos ettől eltávolodott, ez a jó út, hogyha visszatalálunk a természethez. Így van. Tehát nyilván nem élhetünk az őskorba, tehát nem élhetünk barlangba, hogy ö, ö, akár elektromosság, akár bármi nélkül ugye létezzünk, tehát azért ez nem így működik. Viszont a, a régi kor ember nagyon jól mondott, tehát nem volt ez a rengeteg behatás, tehát így, főleg az elektromosság, hát gyakorlatilag egy óriási kondenzátorban élünk, tehát mindenhol körülvesz minket, akár a vezetékek a falba, hogyha négy fal közt vagyunk, akár csak gondoljál nagy vezetékekre, az átjátszó tornyokra, mind-mind, ez, ez, olyan szintű elektroszmog, tehát ez a Csoda, hogy még élünk, tehát ez vagy, hogy egyáltalán érzékelünk bármit is. Tehát a mostani világban, aki érzékel dolgokat, akár spirituális, akár bármilyen jellegű rezgéseket, vagy, vagy egy nem megszokott dolgokat, az csoda bogár számba megy. Uh, annak idején az nem így volt, pont fordítva volt. Tehát az emberek annyira természetközölelek voltak, nyilván a túléléshez is kellett, hogy megérez, hogy egy, egy vadállat adott esetben uh, neked akart támadni, vagy bármi más, tehát olyan, olyan érzékelések, meg olyan energetikák, nyugodtan nevezhetjük ennek, dolgoztak, ami aminek nyilván a túlélés volt a, a lényege. A jó értelembe vett spiritualitás is trendi? Vagy, vagy vannak inkább a, a meglátásod szerint most már olyan emberek, akik ezt komolyan veszik, tehát nem a, úgymond divatból mennek ki a természetbe, és autóval mennek egészen az erdő széléig, és azt mondják, hogy kiveszik az otthonról hozott szendvicset a táskából, és azt mondják, hogy de jót kirándultunk. Tehát úgy gondolod, hogy, hogy, megyünk azért arra, hogy az emberek most már azért komolyan visszafordulnak a természet felé? Igen, sajnos ez a jellemző, amit mondasz, tehát ez a, ez a borzasztó, ez a milyen jót kirándultunk, és posztoljuk a Facebookra, hogy fú, de szép helyen vagyunk. A szép helyet meg se látjuk, tehát azt a kilátást, azt a levegőt, bármit, mert halára fotózkodjuk magunkat is, meg, meg, meg minden egyebet, hogy milyen szép helyen voltunk. És a végén hazamegyünk, és elgondolkodtuk, hogy úristen, hát ez igazán nem is láttuk. Tehát itt, itt el kellene tenni az összes ilyen elektromos kütyüt, és az egész, tehát az embernek magába szívni az egész történet, és nyilván utána csináljunk egy képet, hogy itt is voltunk, tök jó, de ne ebből álljon már egy barlang túra, vagy egy, egy kilátó túra, hogy folyamatosan végig fényképezem, filmezem az egészet, mert nem látok semmit. Az egészet csak kamerán át fogom látni, nem fogja visszaadni. Tehát ott, ha hiába nézek meg egy, egy videót, egy, egy gyönyörű természeti valamiről, az nem ugyanaz, mint amikor ott vagyok, és, és igen, és beszívom a természet erőit. Visszatérve az alapkérdésre, egy picit elkanyarodtam, hogy mennyire trendi a spiritualitás, hmm. ez érdekes kérdés. Tehát igazán inkább azt szokták az emberek komolyan menni, amit ugye érzékelnek. Tehát beszélhetünk itt bizonyos bármilyen dolgokról, amit ugye amit nem látok, nem hallok, ugye ez a nagy általános felfogás, akkor az nem is létezik. Viszont nagyon sokan vannak, akik ezt egyszer csak tapasztalnak valamit. Tehát ugye, hogyha megint a saját dolgomnál tartunk, akár egy, egy kőnek, egy marokkőnek, vagy bárminek, amikor valaki megfogja, és úristen, és egy, hirtelen egy, 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 feles, hogy, hogy hát ez a kő, ez él, ennek, ez mozog, ennek, ennek rezgései vannak, tehát érzem, hogy bizserek, hogy meleg, vagy hideg, ugye attól függ, milyen körről beszélünk, és akkor elkezdenek hinni. Most ez a hinni, ez ugye ez egy nagyon rossz szó, de, de gyakorlatilag erről van szó, és utána kezdik el kutatni, meg már célirányosan keresni a köveket, ez a jó oldal. A rosszabbik az már az kevésbé, amikor ugye Google a barátod, és akkor beütjük, hogy mit tudom én, hegyi kristály, és kapunk róla 15 oldal leírást, hogy ez micsoda mindenre használatos kő. Hát ez igaz is, meg nem is. Ugye itt visszatérve egy picit az alfabéta kristályoknak a táborába, ugye minden kristály más és más, ugyanúgy, ahogy mi magunk is más és mások vagyunk, más lezgésünk. a rezgésünk. tehát ha csak simán egy, egy alap kvacról, ugye akár a hegyi kristályról beszélünk, ott is osztályozzuk a köveket. Tehát annyira más rezgése van egy, egy hegyi kristály alfának, egy, egy két-három centis darabnak, vagy akár egy félméteres darabnak, hogy teljesen föld. pedig ugyanaz a szilícium-dioxid, gyakorlatilag akár mint az obszidián, vagy az üveg, vagy bár mi, és mégis egy olyan élettel ruházta fel a természet ezeket a, a, természetbe kikristályosodott köveket, hogy valami fantasztikus. Tehát ez a, ugye az alfakristályokat azt térbe használjuk, tehát ott a térbe lehet érzékelni, hogyha bejössz hozzám a bolda nyilván szoktad érezni, hogy hú, hát ilyen, ilyen jó, aján, jó ide bejönni, ugye ezt szokták mondani az emberek a, a marokköveknél, meg ugye ott a testkontaktnál, hogy jé, hát ez, 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 is egyik kristály, meg ez is, de ez, ezt valahogy máshogy érzem, ezt, ezt, ezt valahogy itt a szívtájékon érzem, a másik például egy tök jó földelőkő, és ugyanerről a kö, tehát ugyanarról a fajta körről beszélünk. Tehát ez egy akkora téma, hogy erről igazándiból jó könyvet, az utérias könyvet nem lehet írni. Hát kedves hallgatók, nagyon jó a téma, hiszen kristályokról, ásványokról, drága kövekről beszélgetünk. Salomon Péterrel, aki egy kicsit már beavatott minket az egész de a műsoridőnk túl rövid ahhoz, hogy ezt kivesézzük. Azért, azért próbálunk minden egyes dologra, amire csak lehet rávilágítani. Nekem megmondom őszintén, hogy van tapasztalatom Peti által is az ásványokról, kristályokról, kövekről. Óriási dolgokat lehet velük művelni. Peti, ha te kiraksz valaki elé hat darab azonos fajtájú követ. Vegyük például az ametisztet, az, az egy alap történet, amit, amit majdnem mindenki használ, sőt, majd visszatérünk arra is, hogy az töltésre is energetizálásra is teljesen jó. Tehát vegyünk például egy ametisztet, kiraksz belőle hat darabot. Mindegyik ametiszt, de amelyiket valaki megfogja, azt okkal fogja meg. Ez mi? Hát itt ö, megint ugye a, a régi érzékelés, tehát azért valami maradt bennünk hála jó Istennek, tehát általában az ember azért rányúl arra a dologra, amire, amire szüksége van. Persze akkor, hogyha az ott van előtte, tehát hiába teszek én ki valaki elé 15 fajta követ, amiben egy darab nincs olyan, ami ugye az ő akár problémájára, akár az egyéniségéhez illik, nem fog tudni belőle választani vagy csak rábök valamelyikre, hogy hát ez így van. Viszont, hogyha ott van ez a kő, amire valóban szüksége van, az egészen biztosan, hogy azt fogja kiválasztani. Na most az azonos köveknél, ugye, mint már az előbb is mondtam, nincsenek, nincs azonos kő, tehát még egy kristály telepen belül is a különböző kristályok teljesen más rezgéssel bírnak. Tehát ezt így nagyon nehéz. Tehát ez a, a, azért vizsgáljuk meg, meg teszteljük a, a kristályoknak a zömét, tehát akár egyesével is, hogy most melyik, melyik mire jó, megadott esetben ez a rezgés és szám, az melyik egyénnek az, ami, ami arra a problémára jó. Most egy kicsit rébuszokba beszélek, de ez gyakorlatilag valóban így van. Tehát ez a, először meg, én is, hogyha valaki tőlem segítséget kér, ugye először is megnézem a, 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 rezgéseit, hogy, hogy milyen állapotban van. Nyilván megkérdezem, hogy, hogy ő mire gondol, vagy mit szeretne, vagy mit szeretne saját magán javítani, és ahhoz képes tudok hozzá ajánlani egy olyan szintű követ, ami az ő szintjének megfelelő. Peti, egy kicsit korábban mondtad, hogy ha valaki megfog például egy béta marok követ, akkor jó esetben fogja érezni, hogy ilyen-olyan hatást vált ki belőle. Én tudom, hogy van olyan, ami képes többből kitépni a karomat kis mert én tapasztaltam ezt. Ö, de mi van akkor például, hogyha az illető gyerek? Mert azt mondják, hogy a, a gyermekek egy bizonyos korig sokkal fogékonyabbak ö, mindenféle rezgésre. Ez így van, hát itt már egy kicsit feszegetjük ugye a spiritualitásnak a, a mesdjeit, ez valóban így van, tehát az újszülött babáknál nagyjából három hónapos korig ő, ő, ők úgy érzékelnek, mint régen. Hogy ez miért van, vagy miért sincs, nem tudom. Tehát erről, erről lehetne vitatkozni. Nagyon sokszor meg lehet figyelni, mikor ugye az újszülött kisbaba néz egy bizonyos pontot, tehát akár egy sarkot, akár bármit, egy cumizás közben is, és, és valamit néz, és, és mindenki, és mit néz ez a gyerek, tehát nincs ott sem, de van, tehát ő, ő még akkor érzékel. És ez jó esetben megint csak idézőjelbe téve, tehát ez a mai világban nevezzük jó esetnek, akkor ők le is zárulnak, tehát ez a négy-öt hónapos korban már nem. A rosszabbik esetben ezt megint csak idézőjelbe teszem, ugye attól függ, hogy hol nő fel a babu. Ha megmarad az az érzékelés, na, akkor jönnek a félelmek. Tehát akkor látnak, hogy mit tudom én, szörnyet az ágy alatt, félnek a sötétbe, megbillióm egy tünete van annak, hogy a gyerköc érzékel. Nem fél, ő lát, érzékel dolgokat. Csak nincs kivel megbeszélnie. Tehát főleg, hogyha ha a szülők is abszolút ugye, távol állnak ettől a világtól, akkor jönnek a problémák, hogy ez a, hát ezeket a gyerköcöknek célszerű lezárni az érzékelését, és majd később felnőtt korban, akkor már, ha ő is akar ezzel foglalkozni, akkor, akkor foglalkozzon vele, de de kisgyerekeknek ez inkább átok, mint áldás. Adott esetben egy ilyen szituációban tudtok ti segíteni akár ásványokkal, drága kövekkel a pszichológus mellett, mert én úgy érzem, abból amit elmondtál, hogy lehet, hogy ennek annyira pusztán a bocsánat a szóért túlérzékelés az oka, hogy a pszichológus kvázi nem biztos, hogy fog tudni egyáltalán valamit lépni. Ez így van, ahogy mondod. Hát én egyszerűen leszoktam zárni az érzékelését a, ezeknek a gyerkőcöknek, és, és ennyi. Tehát ez, és már meg is van oldva a probléma. Tehát nem fog többet szörnyet látni az ágy alatt, nem fog többet a sarokba látni, idegen bácsit nélni, stb. Tehát ez a, ez a... Nincs ebben a korban még szüksége rá. Feltéve, hogy hogy a szülő azt mondja, hogy neked szavaz bizalmat nem, persze, a pszichológussal szembe mentek? Bocsánat, majdnem azt mondta, hogy pszichológussal szembe. Nem, 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 nem. Nem. Tehát ez a, Én nyilván csak akkor segítek, ha kéri valaki. Tehát ez itt nincs, nincs önkéntes dolog, nincs az, hogy én szerintem nincs. Tehát nem... Ez, ez kizárólag csak akkor, hogyha az embert erre megkérik. Ez meg egy alapbizalom kérdés, tehát ez, ez... ez... szerintem ezt nem is kell túragozni. A pszichológus nyilván ő más mm, módszer, de még ez se igaz, mert a pszichológusoknak a zöme is ugye azért van spirituális vénája, tehát tudja hova tenni ezeket a dolgokat, hogy, hogy honnan eredhet. Térjünk vissza egy kicsit a kristályokra, mert tényleg misztikus irányba mentünk, és olyan. olyan lett, mint egy thriller ez az interjú alatt, nem ez volt a cél. Peti, tulajdonképpen a különböző betegségeknek, vagy betegségcsoportoknak megvan az a kristálya vagy kristálycsoportja, amivel ezek kezelhetők? Így van, gyakorlatilag igen. Mitől függ, hogy, hogy melyik ásványt mire adjátok ki? Na hát ez megint ugye ez az abszolút egyénfüggő, tehát sajnos nem lehet azt mondani, hogy most mit tenni, valakinek egy migrénes fejfájása van, és ennek ez vagy az a, a kő a idézője betéve gyógyszere, ez abszolút egyéntől számtól függ. Nyilván megvannak azok a típusú ásványok. Hát én ez, ez a saját felfogásom szerint én négyféle osztályba sorolom a köveket, ugye az első az az alapszint, tehát azok az ásványok mindenkinél nagyon hasonlóképpen működnek, tehát ott nagyon nem kell válogatni, hogy például a jáspis fajtákat, hogy most egy vörös jáspis erre jó, vagy arra jó, tehát ők azért nagyjából egyforma rezgésszámon dolgoznak. A második szintű köveknél ott már ugye az egyén függő, tehát ott már vizsgáljuk az egyénnek a rezgés számát is, meg ugye az ásványnak a fajtáját is. A harmadik szint az a spiritualitás alapszintje, a negyedik az meg már a mesterszint. Tehát nagyjából ezt így kell elképzelni. És hát igen, csak szép dolgokat lehet ezekkel a kövekkel, a kristályokkal, ásványokkal művelni, ha az ember megtapasztalja a hatásait. Nekem vannak olyan kalandjaim általad is, amiket nem merek megosztani a, a hallgatókkal, mert elég húzósra sikerettek. Peti, hogyha valakinek ennek a beszélgetésnek a kapcsán megjött volna a kedve, hogy elkezdjen ismerkedni a, a kristályterápiával, vagy magukkal az ásványokkal, akár alapszinten, akkor téged megtalál, és te segítesz? Természetesen szeretettel látok mindenkit akár az üzletembe, a, a kinizsi üzletháznak az emeletén, ezt a Veszprémiek úgy tudják, a régi pártháznak az oldalába találjátok, de akár Facebookon nyugodtan keressetek meg, vagy akár telefonon szívesen segítek mindenkinek. Hát kedves hallgatók, hogyha valaki kedvet kapott ahhoz, hogy megismerkedjen az ásványokkal, kristályokkal és azok gyógyhatásaival, de azt hiszem, hogy foglalk, fogalmazhatok más, hogy is úgy fogalmazok, hogyha valaki kedvet kapott ahhoz, hogy egy kicsit jobbá tegye a saját életét, mert ennek az lesz a vége, akkor keresse meg Salamon Pétert, akitől én most kérdeznék egy személyeset. Peti, amikor elindultam erre a beszélgetésre, akkor úgy gondoltam, hogy hm, akkor Rakok magamra ásványt. És képzeld el, hogy amikor feltölteni és tisztítani kezdtem az egyik karkötőmet, darabjaira esett. Ezt most magyarázd el a hallgatóknak, mert én sejtem az okát, de most te jössz. Hát ennek is van ugye egyrészt egy misztikum része, hogy amikor elszakad egy karkötő, vagy, vagy nyaklánc leszakad a nyakunkból, ami ásványból van, hú, akkor arra már nincsen szükségünk, ugye adjuk vissza a természetnek, stb. Hát na, ez nem egészen így van. Tehát a, 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 hordozóanyag, ugye, amire készítjük, tehát akár a fűzőgumik, akár a, a, a nyakláncra a fűzőszálak, tehát ez nyilván nem örök életű, tehát ez előbb-utóbb el fog fáradni. Úgyhogy ezért ne szabaduljunk meg a köveinktől, mert most elszakadt egy karkötő, és fúristen, most már nincs rá szükségünk. Ez így nem igaz. Tehát olyan van, hogy most pillanatnyilag nincs rá szüksége, mondjuk egy, egy érzelmi stabilizáló körre, ami az életem valamelyik szakaszában ugye szükségem volt rá. Mert azt szépen félretesszük az otthon a kis oltárunkon, vagy akárhol ugye elpihen a következő <gül> bevetésig, <gül> az, ha szabad ilyet mondani. Bár hát, azokat hordani, mert az embernek éppen szüksége van. Tehát ilyen, hogy én kövem, ilyen nincsen. Tehát ez a, olyan kő hogy na most a, a, mostani élet szakaszomban, tehát akár egy, 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 mit, egy párkapcsolati probléma, akár egy munkahely, akár egy stresszes dolog, tehát bármi más miatt ugye elkezdek valamit hordani, és amikor éppen nincs rá szükségem, akkor meg váltok, hordok egy másikat. Jó, hát ezeket az ékszereket, ezeket a ásványokat, kristályokat, drágaköveket időnként azért tisztítani és energetizálni, feltölteni nem árt. Ez hogy működik nagy vonalakban, Peti? Hát alapvetően ezt sem akarom hosszúra nyújtani, tehát három alapszabály van. Az egyik, hogy ne tapogassuk másnak az égszereit, meg mi se hagyjuk, hogy a milyenket. Ezt nem kell túlmagyarázni, ugye, úgy, ahogy a kövektől átveszünk rezgéseket, maguk a bétakristályok is ugye a saját rezgéseinkből tárolnak el magukba. Éppen ezért ugye a következő kérdés a tisztítás, tehát energetikai tisztítást kell időnként végezni rajtuk. Hát ez megint millióféképpen mehet, tehát akár a folyóvizes tisztítás, akár energetikai, akár kért akár földelés, tehát ennek nagyon sok verziója van. A harmadik alapszabály meg ugye az energetizálás, tehát amikor a köveket feltöltjük, az megint elég sok megoldás van rá. A téves dolgok, ugye a napfény, a só, az ásuk el a földbe, tehát ezeket, fú, ezektől sokszor föláll a szőre hátam, amikor hallom ezeket az okosságokat. Tehát maradjunk annyiba, hogy alfa alfakristály és ametiszt vagy szölesztintelepekre rátéve gyönyörűen feltölti a, a saját magát is tökéletesen ha használjuk. Na ez a béta kristályokra igaz. Az alfa kristályokkal nem kell semmit sem csinálni, ők maguk az energia, tehát őket nem lehet idézőjelben energetikailag beszennyezni, nem lehet, tehát ő, velük nincs ilyen probléma. Viszont megölni meg lehet őket. Tehát egy, mit a, akár rózsakvarcnál is, a rózsakvarcnak is van alfakristályos változata, meglehetősen ritka, de létezik. Hogyha tűző napfényre kitesszük, ugye a, főleg a kvarcok azért folyadékzárványos kövekről beszélünk. És ugye amikor a szabad levegőn szépen kezd kipárologni a, 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 ezek a folyadékzárványok, akkor lehet látni ugye a kristályokon ezeket az apró repedésnek tűnő az amit ugye folyadék töltött ki valamikor. Na most, ha ezeket a szerencsétlen köveket kitesszük a tűző napra, mert ugye a goglin azt olvastuk, hogy ez tökéletesen feltölti, akkor egészen biztos ki fogjuk csinálni szegény követ, tehát ott lesz a, ez a repedéses, töréses, fényvesztéses dolog. Tehát ne, ne bántsuk a köveket, <laughs> ne tegyük tűző napra, ők nem, nem oda valók. Kedves hallgatók, még egyszer elmondom, hogy a műsor mai vendége Salamon Péter, aki ásványokkal, kristályokkal és drága kövekkel foglalkozik. Ezekkel és ezeknek a gyógyhatásaival ismertetett meg minket nagyon-nagyon alapfokon. Peti, van neked egy hobbid is. Ez pedig a különböző madarak tenyésztése. Otthon nagyon sok papagájod, tyúkod, stb. van, nem feltétlenül levesnek való né néhány percben ezt összefoglalnád? Hát igen, ez, ez, is már régi keletű téma. hát az állatokat ugye mindig is nagyon szerettem, de hát itt Veszprémbe panelban nőttünk fel, tehát olyan túl sok állatot nem tarthattunk, sajnos házi állatot. Ezt ez később szerencsére változott, úgyhogy családi házban sikerült lakni, hát azt onnan fogva ugye megindult az őrület. Hát igen, a papagájok az nagy szerelem, tehát ők elég sok fajtát tartok is, jó magam, meg hát rengeteget mentünk, tehát ez a ugye kézzel neveljük fel a pici madarakat ott, ahol esetleg vagy a szülő elhullott, vagy valami probléma van, ami elpusztult mondjuk a, a, tojója, vagy elrepült, vagy bármi, akkor a fióka hozzánk kerül, és akkor, akkor felneveljük őket. Meg hát ugye nyilván saját madaraim is vannak ott is, hát egy, ez egy csoda ugye az állatok, hogy különböző ezek a násztáncok, a, tehát amivel maga minket, akár a kis Sándor akár a jákók, de gyakorlatilag bármelyik. Hát a háztai ez meg igen, az ugye egyik követte a másikat a csirkétől a libán keresztül az emuig, sokféle. Emu is van. Most már nincsen meg az udvar, hogy tőlük meg kellett válni. De többi fajta model, tehát a pulykáktól a, a bráma át, a fú, kacsák, libák, van sokféle. Hát szebb a páva, mint a pulyka. Így van. Ez lesz, ez lesz az első végszó. Peti, Részedről mi lenne a végszó? Hát az ásványoknál mindenképpen azért azt szeretném elmondani, tehát a, ha valaki tanulni szeretne ezen a téren, tehát felejtsük el az ezotériás könyveket, nem egy, ugye ez amit már a beszélgetésünk során is mondtam, tehát egy-egy ásványhoz 5-6-10 oldalnyi leírásokat találnak, Ugye a tudás az mindig három részből áll, az egyik az, az olvasott anyag, tehát azért ezt megszívleljük, a másik ugye a saját tapasztalatok, amiről már szintén beszéltünk, a harmadik meg valaki másnak a tapasztalata. Tehát rengeteg kommunikáció, Ma egymással, barátokkal, az ásványokkal, stb. És ebből lehet egy olyan tudást összeszedni, ami a hasznunkra lehet mindenféle szinten. Hát kedves hallgatók, műsoridőnk véges, és a műsor végére értünk. Én itt köszönök el vendégemtől, Salamon Pétertől, aki egy kicsit beavatott bennünket a kristályok, ásványok, drágakövek gyógyhatásaiba is, és beszélt egy kicsit magáról is. Peti, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Lehet őt keresni, mármint Salamon Pétert, a salamonkincsei.hu weboldalon. Nyugodtan utána nézhetnek minden információnak. Peti, köszönöm, hogy eljöttél, és remélem, hogy még folytatjuk majd ezt a beszélgetést. Nagyon szóval köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem, bármikor, szívesen. Viszontlátásra, sziasztok! Kedves hallgatók, vendégemtől már elköszöntem, most elköszönök Önöktől is, azzal, hogy hamarosan újra találkozunk a szerkesztőt, Tóth Istvánt hallották, további szép napot!